Mint tudjuk, hogy ma ünnepeljük a Föld napját, és a Föld napja rendezvényei ezek tulajdonképpen már Magyarországon is 89-90 óta rendszeresen zajlanak. Ehhez az akcióhoz kapcsolódtunk mi is, és mivel a környezetvédelem, a környezeti nevelés az fontos téma nálunk is, ezért úgy gondoltuk, hogy ezen a napon egy ilyen programot fogunk mi is megvalósítani. Tulajdonképpen a mai nap az úgy zajlott, hogy bejöttek a gyerekek, mint szoktak rendesen 8 órára, és az első órában osztályfőnöki órát tartottunk. Az osztályfőnöki órán minden kolléga megemlékezett erről a napról, tehát a Földnapja rendezvényeinek a célját, illetve akcióit próbálták elmondani, illetve felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy a földünk, a környezetünk, a víz, a levegő egyre inkább szennyezett, és tennünk kell valamit annak érdekében, hogy ne pusztítsuk el magunk körül a környezetet. Tehát első órában a Földnapjáról megemlékezés, zajlott egy kis vetélkedő, ehhez az osztályfőnöki munkaközösség vezetője Birba Erné Magdi adott anyagot a osztályfőnökök kezébe, tehát ezt is felhasználhatták, hogyha szükséges volt. Majd utána egy kis tízóraizás történt, és mindenki a megszabott területre ment ki az osztályfőnöke, illetve a napközis nevelője segítségével, és ezeken a területeken végezte a szemétszedést. Na most a kisebbek, az alsósok, azok itt az iskola környékén, az üzletek között, a közelebbi utcákban dolgozgattak, a felsős osztályokban pedig az volt a célunk, hogy a kifele menő utak széleit is megtisztítsák, tehát van a Tárkány Ács felé menő kivezető utak szélén is folyt ez a munka. Most elmondanám még, hogy a közútkezelő is keresett bennünket, az ő akciójuk is tulajdonképpen a mai napon zajlik, és ehhez a tisztasági akcióhoz kapcsolódva tőlük zsákokat, kesztyüket és ilyen láthatósági mellényeket kapva, tehát közös együttműködésben tettük meg azt, hogy ma tisztább és szebb legyen a környezet, és reméljük, hogy ez azért egy kicsit tartós is lesz. Tehát nem kerülnek olyan nagyon hamar újabb szemetek, illetve olyan szemet is rontó és az egészséget károsító hulladékok az útszélére, hogy újra ilyen akcióba kelljen kezdeni. Tulajdonképpen ez egy folyamatos munka, mert minden évben a jeles napok környékén rajzversenyt is hirdetünk, és a rajzórákon, meg a rajzszakkörön, illetve a napközis foglalkozásokon olyan munkák készülnek, amiből ezeknek a jeles napoknak a kapcsán egy kiállítást is tudunk készíteni. Most ugye a Földnapja ünnepén elkészültek ezek a rajzok, és a rajzszakos kollégák, illetve nevelők kiválasztották a közülük legszebbeket, legjobbakat, és ebből készült el ez a kis aktuális kiállítás. Azt hiszem, hogy nagyon nagy a fantáziájuk és a képzelő erejük. Sokszor egy felnőtt nem is tud olyasmire gondolni, amire a gyerek, vagy amilyen meglátásra jut. És azt hiszem, hogy ezek a gondolatébresztő rajzok azokban is, akik nem annyira ügyesek, vagy nem annyira kreatívak, azért elindítják a gondolatsort, és akkor, ha megnézik a rajzokat, akkor ők is tudják, hogy mire kell ügyelni, mire kell vigyázni környezetünk védelme érdekében, mi az, amit lehetne tenni, vagy mi a távolabbi cél. Tehát teljesen gondolatébresztőnek képzelem én ezeket a gyerekrajzokat.
Én azt hiszem, hogy a nevelés is olyan, hogy ott is a jó példával előjárás vagy élenjárás az aktív vagy hasznosabb és célra vezetőbb. Hát itt a kollégák ugyanúgy a gyerekekkel együtt dolgozva, példát mutatva tették meg a lépéseket. Tehát az, hogy együtt, közös erővel tettek a környezetünk tisztaságáért, szerintem ez jobban megmaradt bennük, mintha csak elhangzik a felhívás, hogy vigyázzunk a vízre, a levegőre, a környezetre, és ne szennyezzük. Let's go!